Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 2-án új hold van. Egy időben egy nap finsternis, ami Európában nem érezhető. Amikor finsternisek vannak, azok mindig kármikus témákkal állnak összefüggésben. Nem csak új hold van és nap finsternis, hanem ezen a napon van egy Lilith energia. Erről beszámolok még. Ezen az estén, október 2-án tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly a szertartáshoz 4000 forint. Mit jelent tulajdonképpen egy új hold? Amikor a hold és a nap találkozik. A holdat nem látjuk, hiszen a holdnak nincs saját fénye. A hold ezt a naptól kapja. De ha együtt vannak, akkor a nap nem tudja besugározni. Ez azt jelenti számunkra, hogy mi is tűnjünk el egy pillanatra, legyünk visszahúzódóak, láthatatlanok, és meditáljunk valami felett. Mivel ezen az újhold napon van egy nap finsternis is, és mint említettem, minden finsternisnél, akár hold finsternis, akár nap finsternis, mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal a múltról. A múltról, mindarról, amit átéltünk a korábbi életünkben. A feladat az, hogy most legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett, gondolkodjunk el a múlt felett. Mindaz, ami szép, azt meg kell tartani, értékelni. Ami könnyeket vált ki belőlünk, szomorúságot, ezeket a dolgokat el kell engedni. Ezen az új hold napon van egy Lilith energia is. Ezúttal Lilith aktiválja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. De mivel a hold ezúttal messze van a mi földünktől, így ez az álom olyan messzinek, olyan távolinak tűnik. Az is lehet, hogy van egy álom, egy elképzelés, és valaki azt közli velünk, ah, ne álmodozz, ebből úgy sem lesz semmi. Érdekes, hogy a német nyelvű égi üzenetnél pontosan ez volt a téma, az volt az üzenet, ha van egy álmod, ha van egy elképzelésed, ne mondd el másoknak, őrizd meg magadnak, ez egy titok, kell, hogy ez most egy titok legyen. Lehet, hogy erre utal, hogy ez a Lilith energia hat, és vannak ezek az elképzelések, és mivel a hold olyan messze van a földtől, ez az energia olyan messzinek tűnik, hogy tényleg erről van szó, hogy valaki azt mondja, add fel, ebből úgysem lesz semmi. A nap és a hold, hiszen találkoznak, ez a Hasta holdházban van ezúttal. Ez a holdház lefordítva kezet jelent, és utal a cselekvésekre. De mivel egy új hold, inkább a visszahúzódás, amikor elgondolkozunk valami felett, rendezzük a gondolatainkat, az érzelmeinket, bizonyos dolgokat el tudunk engedni, bizonyos dolgokat megtartunk, például egy elképzelést, mert ezt el szeretnénk érni. Ez az új hold energiája.
Ezen a napon még nem kell cselekedni, de ha elmúlt az új hold és indul a növekvő hold fázis, akkor már lehet cselekedni. Ennél az új holdnál van egy szép Vénusz energia. Vénusz besugározza ezt az új holdat, ott van a közelben, és ez kihat ránk, hölgyekre, hogy kiépül a bizalom. Annak ellenére, hogy ez a Lilith energia inkább olyan dolgokat vált ki nálunk, amikor elkezdünk bizonytalanok lenni, amikor egy álomról van szó. De a Vénusz energiája segít, különösen ami a szerelmet illeti, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi témákat, és itt ott van a közelség, ott van a bizalom, és pontosan ezt kell észrevenni. Ne legyünk bizonytalanok most, hanem legyen meg a hit. Igen, most lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. Bizonyos témák elmúlnak, ami eddig szomorúvá tett bennünket. Lezárjuk ezt, sőt, ő is lezárja ezeket a témákat. És akkor megvan a lehetőség arra, hogy egy álom, egy elképzelés megvalósuljon. Van még egy jó kapcsolat. Ezen az újhold napon Mars bolygó és egy visszafele haladó Szaturnusz bolygó között. Ez a visszafele tekintés utal a múltra. És Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat. És ezúttal vannak kármikus témák, hiszen egy nap Finsternis van. És itt a múltról van szó, ez kihat különösen a férfiakra, hiszen Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Ez egy szép kapcsolat, és itt lesz egy változás pozitív irányba. Szaturnusz bolygó kihat a sors utakra. Itt mindig vannak Szaturnusz bolygó hatása alatt sors döntő események, találkozások vagy döntések. És ez különösen a férfiakra hat ki. De Mars bolygó nálunk hölgyeknél is megjelenik, amikor az élet erőről van szó. Hova kellene az erőnket befektetni, bebizonyítani magunkat? Amikor sors döntő változásokról van most szó, és Vénusz bolygó segít, különösen, ami a párkapcsolatot illeti, ott lesznek most változások, és minden jó irányba alakul. Van egy álom, van egy elképzelés, ezt most titokban kell tartani, nehogy valaki bebeszéljen erről, és emiatt lesznek bizonytalanságok, inkább legyünk visszahúzódóak, és legyen meg ez a belső erő, ez a belső hit, hogy ezúttal ez az álom megvalósul. És hasta holtház, az is kihat az eseményekre, itt hamarosan lesznek cselekvések. És ez volt az új hold felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, megjelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.